Az úgynevezett chipszadó a magas cukor, só, szénhidrát vagy koffein tartalmú ételeket, italokat, így a 25%-nál kevesebb gyümölcs tartalmú üdítőket, energiaitalokat, az előre csomagolt süteményeket, a sósznekeket, valamint az ételizesítők egy részét érinti. A népegészségügyi termékadó többi között a chipszeket is terheli majd, ezért a termékért feltehetően már szeptembertől többet kell fizetni. Az adó mértéke az érintett üdítőitalok esetében 5, energiaitaloknál 250 forint literenként. Az előre csomagolt cukrozott sütemények esetében 100, a snackeknél és ételizesítőknél 200 forint kilogrammonként. Az adót a termék gyártójának, külföldi termék esetén pedig az azt belföldön elsőként értékesítőnek kell megfizetnie. A bevétel az egészségkasszába folyik majd be. Az általunk megkérdezett emberek véleménye megoszlik az adó bevezetésének szükségességéről. Egyébként jó ötletnek tartom, mert az embereknek így is magas a koleszterin szintje, tehát így lehet, hogy jobban odafigyelnek, drágább lesz. Meg hát ugye válság is van, így meggondolja az ember, hogy mire fogja pocsékolni úgymond a pénzt. Egyértelmes ember, meg egyértelmes szülő el tudja dönteni, hogy a gyerekének milyen mértékben ad ilyen dolgokat. És szerintem nem egészségtelen, hogyha kis mértékben van adva. A népegészségügyi termékadó bevezetésétől a lakosság egészségi állapotának a javulását várják, és azt, hogy ennek hatására egyre többen választják az egészséges táplálkozást. Rosta Ildikó, az Albert Schweitzer Kórház főorvosa támogatja a döntést. Azt mondja, a chipszadónak jelentős szerepe lehet a betegségek megelőzésében. Túlságosan sok zsírtartalmú, magas olajtartalmú, vagy cukortartalmú, vagy sótartalmú ételeknek a fogyasztása eleve egészségtelen, tehát hogyha ezeknek a termékeknek az ára valamilyen módon úgy alakul, hogy ez nehezebben hozzáférhető, akkor ez olyan döntéseket hoz a szülők vagy az emberek fejében, ami inkább az egészségesebb életmód felé fogja irányítani a vásárlási kedvüket. Rosta Ildikó hozzátette, hogy a magas vérnyomás, elhízás vagy a cukorbetegség kialakulásában az adóval sújtott termékek nagy szerepet játszanak. Felhívta a figyelmet, hogy az egészséges táplálkozás és a megfelelő mennyiségű mozgás már gyermekkortól kiemelten fontos.